Aláírta Darius Völkov pénzügyminiszter felmentését Viktor Pontán miniszterelnök. A korrupció ellenes ügyészség célkeresztjébe került politikus már múlt héten felajánlotta a posztját. A kormányfő azonban halogatta a felmentését a készülő pénzügyi törvénykönyv véglegesítésének szükségességére hivatkozva. Miután a DNA csütörtökön kérte a szenátori mandátummal is rendelkező Völkov letartóztatásának engedélyezését a szenátustól, Pontán mégis aláírta a felmentő dokumentumot. A miniszterelnök azt mondta, az új pénzügyminiszter személyére vonatkozó javaslatot az államelnökkel való találkozó után hozza nyilvánosságra. Klaus Johannis államfő ma este fogadja pontát a Kotrocsény palotában.